Minden munkavállaló számára fontos időpont közeledik, ezen a héten péntekig, vagyis május 20-áig kell beadni minden az SZIA törvény alapján bevallásra kötelezett személynek a 2021-es évet érintő dokumentumokat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ebben az évben korábban, március 1-től elérhetővé tette a munkáltató által megadott adatok alapján az SZIA bevallási tervezeteket elektronikus felületén a magánszemélyeknek, mezőgazdasági őstermelőknek, áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak. Aki az ott látottakkal egyetért, egy-két kattintással jóvá is hagyhatja a tervezetet, de aki nem foglalkozik vele, annak is automatikusan bevallásá válik a NAV által készített dokumentum. Sokan hagyják az utolsó napokra az ügyintézést, erre a hatóság is felkészült, és hosszabbított nyitvatartással várják az ügyfeleket. Pontosan azért, mert közeledik a május 20-a, az SZIA bevallási határidőnek a vége, ezért az ügyfélszolgálatok hosszított nyitvatartással várják az ügyfeleket. Ez azt jelenti, hogy 8:30-től egészen este 6 óráig lehet felkeresni az ügyfélszolgálati munkatársainkat, akik fogadják ugye az adózóknak a kérdéseit, illetve magával a bevallással kapcsolatos problémák megoldásában nyújtanak segítséget az ügyfeleknek. Ugye ezen túlmenően, hogyha valakinek általánosságban van kérdése a bevallásával kapcsolatban, akkor a NAV info vonalát is felkeresheti, ezt a 1819-es telefonszámon lehet megtenni. Az infóvonal szintén hosszabb nyitvatartással működik majd május 20-áig, este 6-ig várják a hívásokat, sőt, május 20-án pénteken este 8 óráig lehet a NAV-ot hívni bevallással kapcsolatos kérdés esetén. Akik esetleg elakadnak a tervezett jóváhagyásában, kiegészítésében, vagy akár a felajánlásban, azoknak segítenek a NAV rövid tájékoztató videói, amelyek az adóhatóság YouTube csatornáján elérhetőek.